Velmisák. Jó napot kívánok. Nem, nem volt jó. Szív, nagyon. Szív, nagyon. Kívánok. Iradóban hallottam, hogy pedofilt keresek, nem tudom, hol kell jelentkezni az állásra. És én most munkanélkül vagyok, kislányokat kergetek, de kitiltottak az óvodából, de levadáztam a gólyákat. Gólyákat? Mi elmagyarázza ezt a tettét? Mert a panda őshonos állat Godzillában. Télen. Ez fontos. Hát te milyen vagy, geci? Mert így, és akkor így le magamat is tudom menni. És akkor így, gumisák, látod magad? Nagyon szopózod. Ez itt az első adás. Mere, itt vagy? Ez itt a Real Trio Rádió. Mellettem Mr. Pasta, a Big Boss Pasta. Én Hiro vagyok az AK26-ból. Buzi vagy? Kijött az új számunk a Rap King, arról éneklünk, hogy mennyire buzik vagyunk és örülünk neki. És mások is örülnek annak, hogy buzik vagyunk, de főleg a buzik örülnek annak, hogy buzik vagyunk. Ez milyen? Hát ők kapnak belőlem egy darabot. És ki ne akarnak kapni egy darabot belőle. Mondjuk én nem, mert nekem sok darabom van belőlem. Otthon gyűjtöm, külön mint egy bélyegeket. És egy tubaj szívva? Nem. Még úgy néz ki. Próbálok interjút adni. De úgy geci, amúgy ez geciről úgy néz ki, hogy ezért, hogy be, mintha belennénk tépve most. Képzeld el. Meg valakinek meg kell mutatni ezt a próbát. Köszönöm, hogy úgy is meg fogom mutatni. Igen. Csináltam éneklős videókat neki. Ilyen nagyon, ilyen szarul adom el a számokat, például a... Hogy direkt szarul adod elő. Nem, az I always love you, az például azt is ezért felvettem, de azt így jól akartam. És csöves lett. Az meg én is kérek már. Addig vegyél te. Valami nagyon nem jó. Várj, nehogy lejess, baszki. Másfél, hogy fogod? Fogom. Hát ne... nehezen szívd. Ne amilyen államban. Nem vagyok beszívva. Szememben nem látszik. Az a jó a kamerákban, hogy így csak így odaadják a kezedbe, és az így hazamehetsz, és észre se veszik. Te ilyen vagy, mert én ne vennék észre. Észrevennéd, ha hazavinném. Ja. Nyilatkozz a kamerának, hogy miért sántít az a kecske az udvarba, és miért vörös a segge. Nos. Fogd már be. Középkori járatok alapján megállapították a brit tudósok, hosszú utat folytatva Indiába, hogy a kecskefő az igazából Afrikából származik, kurva nem Indiából. És páran összekeverték Európát Amerikával, és ezért van itt is el. Ja, nem erre kellett válaszolni. Na igen, és ezért van az, hogy a brit tudósok mondták szintén, hogy a tejbe grisz finom, de én erre már tegnap rájöttem, mert csináltam. Szóval én is brit tudós vagyok, rájöttem. És egy tudé vagy szív, vagy? Csak... Miért mondasz ilyeneket? De várj, rakok be azért. Nem kell, csak rakok be anyád, nem ezt akartam. Mi az? Meddig izé, meg. Ellenfényt így látszód. Jó, király. Ellenfényt. Most azt tetszik, hogy vízipipázunk, de igazából nincs is betöltve, csak így mi most raj gyerekek vagyunk, és füst sincsen, vagy nem tudom. Na, cseréljünk már most nálad. Nem úgy, hanem legyen nálam a jó. Ja, igen. Az Gergő az én csövemet szereti szívni. És én meg szeretem, ha a Gergő az én csövemet szívja, de azt is nem muszáj Gergőnek szívni, azt is szeretem, hogy már szívja a csövemet. Nekem mindig. Csak szívja. De buzi vagy. Valaki. Én azt hittem, én szoktam csak. Nem. Gyakorlunk a dobbalásra. Ja. Gondolkoztam, hogy ki csinálja YouTube-os videókat, ilyen fassákat, vagy bármi? Csinálunk majd. Heti egyszer összeülünk és vlogolunk egyet. Heti kamerával? Akár ez lehet az első rész is, feltölthetjük. Ez lesz a Ropi tálkában első része. De várj, most tudják a nevünk. Én Pista vagyok. Én meg Nagy Gergő vagyok. De bazen ne legyen már az a neved, ami az én nevem. De te Pista vagy. Nagy Gergő a szakír. Akkor Martin Misák vagyok. Igen. Egyébként, ha felcseréled a kettő nevedet, senki nem fog rájönni. Te vagy. Akkor... Zu... Fogd már.
Z-Buzz vagyok. Mondjál, ez ilyen jó név már. Buzi jön ki belőle, de amúgy tök menő név. Igen. Mondd el, Misák, mi az élet értelme, már itt vagyunk. Az élet értelme, az élet olyan, mint az M&M's, mert kinyitod, a fele hiányzik, de színes. És van benne M betű, és a nevem Misák Martin, és Samba is van M betű, kettő is, úgyhogy én vagyok az élet értelme. És ezt tanuljátok meg. Sajta Buzi vagy? Mert ezt kérdezni fogják érettségi tételeken. Mondjuk én oda még nem nyitottam el, de biztos kérdezik. Úgyhogy készüljetek fel belőlem. A tételek az olyan, hogy a T betűs telek, T-napos. Igen, mert a tél az T-vel kezdődik, és télen van hó. Akkor egy látszom is. És a hó meg olyan, mint a kokain. Nem. Tehát fehér. Sok minden van, ami fehér. Mondjuk itt a fal lila. De a platform fehér. És kajás, hát nagyon szép platform. Majd megkérdezem Gergőnkát, hogy hol vették a festéket. Én is ilyet akarok keverni, csak sárgába. De ilyen szép fehér legyen. Sárgába fehéret? Te rasszista vagy? Igen. Misák? Szerintem az ellenfény az nem hatásos. Az a baj, nem fogod be a végét. Akkor szóljál. Szerintem kajak a szövegnyébe, hogy tév fel, amúgy. Szerintem nem is hallatszik, amit beszélünk. De kurvára hallatszik, mert jó a mikrofon. De itt van elő, itt. De valamiről tényleg kéne most már komment most. Ami komolyabb dolgokról. Komoly dolog az, hogy bejelentettük, hogy ez lesz a Ropitálkában első vlogos videója. De miért Ropitálkában? Akkor lehetünk Mamut Fenyő is, nekem mindegy. De talán ki olyan jó nevet. Ropitálkában. Az nem jó? Vagy Luc Fenyő. Mi leszünk a három Luc Fenyő. Ő itt a harmadik Luc Pokor. És van benne egy Valentin napi kártya is. Úgyhogy őt szeretjük. Tényleg van. Mi van odaírva? Valentin napra sok szeretettel. Ez igazából egy marihuána pokor, csak álcázni kell. Mert a rendőrök nem örülnek neki, hogyha elszívjuk előlük. Ja. Van fogamzásgátló tabletta, meg Gergővel szoktunk néha vadulni. Ja, de csak úgy naturba azért. Tehát. Szóval vigyázzunk arra, hogy ne lányokkal csináljuk, hanem egymással. Igen, mert tehát nem vagyunk állatok. Tehát fiú, lánya, max ha testvérek. Más esetben nem szabad. De akkor is nyomós indok kell, szóval, hogy meghalt a kutyája, vagy nem tudom. Igen, nekem mondjuk meghalt a kutyám két hete, de attól, amíg nem oszlott fel, addig lehet használni. Tehát szerintem meg kéne adni a telefonszámot, meg címet, hogy tudják, hogy hol keressék. 104 a telefonszámon. Azt felhívjátok, biztos megadják a címemet is, de akkor szerintem rendőr is jön. Úgyhogy így egyszer elhívjátok fel. Ja, le fogsz bukni, hogy illegális kecskévi adókat szervezel a csövesek számára? Igen. Nem. Igen. Miért hazudsz? Na most a maszturbálásról kell tudni, hogy nagyon ne ráncsod, mert fájni fog és vérezni. Ezt főleg a lányoknak mondom. Te vagy a doktor Tóth, vagy mi? Igen. Tóth az te vagy, mert te vagy a bényei. Bazd meg. Nem. De csak kicsit tudok szlovákul. Jó lesz az első résznek? Nem tudom. Majd írjátok meg kommentbe, hogy milyen volt a Ropitálkában, vagy a Lucfenyő első része. És a többi részben se számítsatok külön dolgokra, mert nem lesz. Nem legyen Lucifer Ropi. Az élet értelmét már megfejtettük, másról már nem kell beszélni. Tehát ennyi. Már majd epikusan. Már te is benne legyél. Hol vagy? Már ott vagy, már itt vagy? Látlak? Ott vagyok most, integetek a kamerának. Van egy füstjelző, és az néz minket. Nem igaz. Igazából az Illuminati. Nézd a csokikat, hogy miket eszem. Mit? Most nálunk csoki, de majd lesz. A legközelebb. Mikulás Mirihoz. Ja, bazánk, ez a Zoom volt. Akkor... Köszönj el, Misák, és aztán én is elköszönöm. Iratkozódjatok fel. Következő részben találkozunk. Csókolom, sztok. Sziasztok.